Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Akkor nekiugrom a macskás képnek. Én tegnap azt mondtam, illetve az előző videóban, hogy én azért használok kéket, mert kékre szeretném festeni a cicákat. Viszont közben eltelt két nap, vagy három, és rengeteg olyan impulzus ért, ami ennek most tökéletesen ellentmond. Ezért én most nagyon színes cicákat fogok festeni. Jó, ne haragudjatok érte. Viszont a színes cicákban az lesz a jó, hogy alkalmazni fogunk pár színkeverést, és itt ti is el tudjátok dönteni, hogy melyek azok a színek, amiket szívesen használnátok. Amit itt a tracsolásom közben láttok, az az, hogy én kupakokba kitöltögettem színtelent. Mégpedig azért, mert most kupakokba fogok bekeverni színt. Jó, illetve valószínűleg, hogy nekem 4 kupakra lesz szükségem. Mégpedig azért, mert az első macsekot azt ilyen pinkes lilásra szeretném elkészíteni. Tehát elővettem a lilát. Illetve, bocsánat, ez a, már megint fordítva van mindenen, a kupak. Már azt se tudom, hogy melyik kupakon mi van. Tehát elővettem egyszer az ibolyát, és az egyik kupakba be fogok keverni ibolyát. Jó? Jó alaposan keverjétek össze, tehát ettől ne sajnáljátok az időt. Jó? Tényleg megfelelően legyen összekeverve. Különben nem oldódnak egymásba a festékek. Én használok itt egy ilyen kis üveglapot, mert hogy ahogy kitöltjük a kupakba a színtelent, így az aljára rámehet a festék. Így, amikor még ilyen kis steril az üveglap, így nyugodtan a rubing alkohollal így át lehet törölni az üveget. És ez tényleg ilyen mindenféle szennyeződést, meg port leszed róla. Ennek ellenére itt hagyom. Na, használok egy teljesen sima lilát. Olyan szépen tudok mindent szétcsöpögtetni, ugye? Ez nagyon megy nekem. Na, tehát ebben használunk lilát, sima lilát. Jól összekevergetem. És én fogok használni még egy magentát. Úgyni. Letörlöm a végét. Ide félreteszem. Jön még egy magenta. És a negyedik kupakban abba benne hagyom magát a színtelent. Hogyha szükségem van még plusz világosításra, akkor ne a komplett üvegből vegyem ki, ahová utána ugye a későbbiekben belemehet a szín. Mert hogy nehogy véletlenül ki kelljen dobni. Ezt is így itt hagyom. Jó. Na, ide én most így egy kicsit közelebb fogom helyezni, letörlöm az alját. Hát ennek nehéz lesz. De közelebb fogom helyezni a festékeket, ahogyni. Majd utána még áttörlöm, és elkezdek szépen festeni. Én ecsettel szeretek dolgozni, de ha valakinek van kedve, akkor nyugodtan dolgozzon pálcikával. Megfestem a cicának a két fülét. Látjátok, hogy mennyivel világosabb a lila a színtelen hatására? Hogyha valaki megcsinálta már a színkört, azon azért tudja ellenőrizni a színeket. Illetve mivel én nemrég vettem fel a színelméletes anyagot, ezért én itt csináltam már ilyen színmintákat, tehát megcsináltam a színátmeneteket, és ezen, hogyha valakinek van már ilyen, akkor nagyon jól alkalmazható egy ilyen feladatnál. Tehát meg tudja nézni, hogy körülbelül milyen szín tud elérni, ha összekeveri az alap
transzparens szint egy színtelennel. Én most a lilából tettem ide a cicának a füléhez, és én most ide ezt így szépen belekeverem a halványított lila alapomba. Most nagyon meglepő lesz, de gyakorlatilag ugyanezt fogom végigcsinálni, csak majdhogy nem az összes színnel. Mert hogy kaptam tőletek Facebookon, a Messengeren macsekos képeket, és hiába terveztem én kékre ezt a cicust, szerettem volna inkább valami olyat csinálni, amit senki nem csinált. Ide most színtelent fogok betenni a lila alá, és ide fogom bevezetni ebbe a színbe, szintén most a színtelen alá, az ibolyát. Az ibolyának ugye a halványított, a kevert változatát. Bőven használom a színt, jó? És ezt a két színt fogom itt most így összemosogatni. Ez egy jó játék, és kicsit időigényes játék. Itt van valami szösz. Tehát ez itt most egy kicsit ilyen időigényesebb játék lesz, de a végeredmény szép lesz, és ez a lényeg. Természetesen a cicánál, hogyha lejjebb szeretnétek húzni, tehát hogyha nem csak a fülét, hanem kicsit az arc részébe is bele szeretnétek húzni a lilát, akkor ide még ugye a lilának a színét kell csöpögtetni. Ha ide félre megy az üvegre, akkor ettől ne ijedjetek meg, hanem egyszerűen csak át kell törölni, jó? És hát itt igenis össze kell keverni a színeket ahhoz, hogy szép legyen. Tehát ezt a legegyszerűbb egyébként ilyen satírozó mozdulatokkal, néha ilyen kicsit körkörösen, ha úgy érezzük, hogy onnan hiányzik egy szín, nyugodtan tegyük bele, ha ott kevésnek érezzük. Ha úgy érezzük, hogy sok, akkor a föltisztító pálcikával ki tudjuk szedni. Föl is lehet kicsit tolni a színt. Tehát itt most ugye az a lényeg, hogy egy szép színárnyalatot tudjunk kialakítani. Itt használhatunk sokféle színt, majd ugyanezt ugye meg fogom csinálni. Kékkel, zölddel, mindenféle színekkel. Én most egy kis színtelen teszek ide, hogy egy picit halványítsam az összemosásnál. Nem ígérem meg, hogy ebben a videóban kész lesz a teljes cica. Ha ugyanezt fehérrel csináljátok, akkor pasztelszíneket fogtok kapni. Pasztelszínnel egy kicsit nehezebb keverni, lassabb a folyamat. Nem sokkal, de egy picivel lassabb. És én ide beleteszek egy kis magentát, magenta színkeverésemet, és ezt is bekeverem. Ezt azért tettem ide az aljára, mert itt a testrész szintén magentával szeretném folytatni. A magentától a lila élénkebb lesz. Tehát kap egy ilyen nagyon élénk beütés. Szerintem jó pofa. Én szeretem. Tehát vannak azok a színek, amikkel élénkíteni tudjuk az alapfestésünket. Például a pirosaknál ilyen a narancssárga. Ilyen a zöldeknél a rezedával tudtunk játszani.
Ugye a sárga önmagában egy élénk szín, míg a gyömbér az egy ilyen tompább sárga. Na, mit szóltok? Itt még talán egy kicsit. Úgyné. Itt egy picit még így lehúzogatok a főszínből. Először arra gondoltam, hogy egy színre festem a macskákat, de aztán rájöttem, hogy ha én egy színre festem a macskákat, akkor mi újat tudok nektek mutogatni az egyszínű macskákon kívül. Ezért inkább úgy gondoltam, hogy ne legyenek egyszínűek a cicák. Na, és akkor most jön az, hogy itt vele szeretném folytatni. Ezzel a nagyon-nagyon élénk színnel. Úgyné. És most ide színtelen nélkül teszem bele az ibolyás színkeveréket. Jó, és ezt a két színt most én így összekeverem. Ugye milyen jó kis élénk? Tudom, hogy ez az élénk szín, ez nem mindenkinek lesz a kedvence. Tehát nem is az a cél, hogy most mindenki szeresse ezt a színt, hanem én csak így próbálom mutogatni nektek. És úgy döntöttem, hogy ez a cicás kép, ez tökéletesen alkalmas lesz most erre. És nem is nagyon lesz zavaró egyébként itt az acélkék kontúr. Mert ez egy csillámos kontúr. Tehát nagyon jól néz ki. És most csinálok egy aprócska kis trükköt. Ami itt van már bekeverve nekem szín, úgy fogom sötétíteni, hogy ebbe fogok bekeverni még egy kis ibolyát. Tehát nem közvetlenül rárakom az üvegre. Jó? Nézzétek! Sokkal sötétebb. Megpróbáljam lejjebb venni a kamerát. Egy picit. Akkor egy pillanatot kérek. Egy, hát ha így. És megpróbálom úgy csinálni, hogy ugye látszódjon az egész munka is. Na, lehet, hogy így egy picit jobban látni. Úgyné. Így. Itt nyugodtan, hogyha többször ráteszünk egy-egy réteget, akkor ugye itt az alsó rész, ahova rátettük, a sötétebb lesz, és így el tudjuk húzni. Jó, így jobbról-balról szépen kevergessük össze az üvegen. Ugye arra figyeljünk, hogy ne így lehúzzuk az ecsetet. Látjátok, ott egy ilyen fehér sáv látszik, az azt jelöli, hogy az ecset teljesen len van és hozzáér az üveghez. Nekünk erre nincs szükségünk, nekünk arra van szükségünk, hogy az üvegen a festéknek a felső rétegét kevergessük, jó? Persze nélkülözhetetlen, tehát le fog menni az ecset néha az üvegig, de próbáljuk meg a festék felső rétegét dolgozni, jó? Úgyné. És itt szépen ezzel a kicsit sötétebb lilával fogom folytatni. Bocsánat, nem lilával, ibolyával.
Sőt, még itt is. Egy picit fogok hagyni benne a kis kupakba, hát ha még szükségem lesz rá. Fogom a kis színtelenemet, én ezt ide beteszem. A színtelen a keverést fogja segíteni. És innen alulra ide beteszem a kevert lilát. Jó. Úgy. Tehát, sötét lila, kevert lila, színtelen, ibolya, a kevert ibolya, a kevert magenta. Kevert magenta, a kevert ibolya, itt ugye belecsöpögtettem még egy-két csepp ibolyát, itt viszont már a sötétített kevert ibolya, a színtelen és a kevert lila. Amikor a gyakorlatban csináljátok, ez azért nem ennyire bonyolult. Tehát igen, most én itt elhadartam egy csomó színt, nem lesz ennyire bonyolult, jó? Tehát higgyétek el nekem, ez nem ennyire. Elmondani néha még nekem is az. De amikor itt csináljátok, akkor ugye a kupakokban látjátok, hogy mi van, és hogy melyikbe kell belenyúlni. Na most jön az Orsinak a kedvence, amikor össze-vissza pecsmegelek, pamacsolok. Kicsit gyorsabb a keverés. Ide a farkint szájába becsúszott egy kicsi, ezt most így kihúzom. Fülpucoló pálcika nagybarát. És ezért hagytam még benne itt egy kicsit, mert ahol ilyen kisebb, fehérebb részek kialakulnak, hogy oda még tudjak keverni. És ide megint szépen becsöpögtetem. Látjátok, hogy mennyivel sötétebb, hogyha több réteget alkalmaztok? Mennyire nem gondoltam volna még tegnap, hogy én ezt így fogom most megfesteni. De nem bánom. Gyakorlatilag így a környezetemben tudom is, hogy kinek lesz ez a kedvenc képe. Mert ugye minden vevőnek megvan a saját kis stílusa. Úgyné. Ez olyan érdekes, mert hogy fölnézek a kamerára, nekem itt látszik egy tök sötét vonal. De innen, ha én innen ránézek, én ezt abszolút nem így látom. Én ezt itt egyáltalán nem látom sötétebbnek, hanem ez egy tök szép átmenet, egy ilyen árnyalat. Hát furi. Jó, és akkor most még ide az aljába én ide beletettem lilát. Tehát sima lilát, ugyanúgy, ahogy a fülénél megtettem. Tehát, hogy ugye egy kicsit hasonlítson úgy a felső részre. Na, hát most megnéztem az időt, tehát számoljunk akkor macskánként egy 18-20 perccel. Akkor azért ezzel szerintem el fogunk bibelődni ezzel a képpel. De jó lesz, a vége jó lesz. Ígérem, hogy a vége jó. Most ide még egy kicsit a kevert lilából. Tehát ezzel addig lehet játszani, amíg meg nem szárad a festék. Ha meg már úgy érzitek, hogy egy picit ilyen nyúlós, rugalmasabb, akkor ugye megint hozzá kell tenni egy kis festéket. Érdemes annyit kikeverni a színekből, hogy azért egy macskára elég legyen, ugyanis kétszer ugyanazt a színt általában csak laboratóriumi körülmények között lehet kikeverni. Tehát, hogyha nekünk sikerül, ez akkor körülbelül a véletlen műve. Jó? Tehát ez azért így fontos. Na, arra gondoltam, hogy ez így kész van. Na most ezeket a kupakokat nemes egyszerűséggel kidobjuk.
Jó? Tehát ezokkal semmi dolgunk nincsen, semmit nem csinálunk. Itt maga a színtelen, hogyha nem piszkos, tehát hogyha nem festékes, akkor ez nyugodtan maradhat. Én általában azt szoktam javasolni, hogy két cellát, tehát olyan cellákat, amik egymás mellett vannak, azokat ne nagyon fessük egy lélegzetvételre, tehát egy időn belül, mert hogy nehogy átfoljon. Ennek ellenére azért mindenki tudja azt magáról, hogy mennyire tud stabilan kontúrozni, mennyire szépek és szélesek a vonalai, lyukmentesek magák a sarkok találkozása. Tehát, hogyha ilyen van, akkor ezt mindenki itt élje meg. Én azért nagyon ritkán tartom ezt be. Most itt megint semmi más nem csinálok, csak a kupakokba ki fogok önteni színtelent a következő színkeverésemhez. Jó, és amit én most ki fogok keverni, az lesz egy hajnalka. Tehát ki fogok keverni egy hajnalkát. Sötétíteni könnyebb lesz a kevert festéket, mint világosítani. Jó? Tehát inkább világosabbra keverjük, mert azt utána sokkal egyszerűbben tudjuk sötétíteni, mint hogyha megcsináljuk sötétre, és utána még önthetjük hozzá a színtelent. Nyitva hagyom a hajnalkát, keverek egy világosabb viharkéket. Úgyné. Ez a kupakban nem látszik olyan világosnak, de mindjárt, amikor kifestem az üvegre, akkor látni fogjátok, hogy ez azért nem sötét. Tehát a viharkékhez képest ez egy nagyon világos szín lett. A viharkék egyébként nagyon jól pigmentált, tehát minden festék az, de a viharkéket én különösen szeretem. Hogyha nyakig festékesek vagytok, akkor érdemes lefújni a kezeteket így egy kicsit az alkoholos sprével, a rubbing alkohollal, és akkor így át tudjátok gyorsan törölni a kezeteket. Ez ugye nagyon sokszor elő fog fordulni, vagy előfordulhat a öntögetés miatt. És hát most meg fogtok szerintem lepődni, de én ebben most bele fogok keverni ebbe a kupakba sárgát. És a sárgából is most megpróbálok kicsit bővebben tenni, mert a sárga viszont nagyon-nagyon halovány, hogyha nem megfelelő mennyiség. Én most mutatok egy sárgát, nézzétek csak. Tehát ez a sárgának az árnyalata. Tehát ennél jobban sajnos nem tudom megmutatni. Tehát ez az alapszín a sárgának, ezek meg a keverései. Tehát így kikeverve a sárga. Na, majd még meglátom, hogy hozzá fogok-e tenni egy rezedát, vagy egy olivát, de szerintem már páran kitaláltátok, hogy el fogok kezdeni elindulni egy kékből, aminek az alja zöld lesz. Jó? Tehát innen ugyanúgy, nézzétek csak meg, ez a viharkék. Amiről azt hinnénk, hogy fú, de milyen picike kell bele, mert halálosan sötét lesz. Hát nem. De szerintem gyönyörű színe van. Még így is. Nagyon-nagyon szeretem. Én úgy hívom, hogy kék óra. Este meg hajnalba van egy-egy olyan fél óra, amikor akárhova néz az ember, minden kék. Minden valamilyen kék. Ez a szürkület. Hát én imádom. Ezt nagyon szeretem, azt az időt. Jó? És most ugye ugyanúgy, ahogy itt fogom, és bele fogok nyúlni a viharkékbe, és itt a felső részét megcsinálom a cicának, a fű részét. Elő fogom venni szerintem még a királykéket, mert ugye a kékeknél a királykék az, ami a legélénkebb, és nagyon jót lehet a királykékkel élénkíteni a cicán. De ugye ezt majd a kép hozza magával.
Tehát most, hogy ilyen teljesen más csinálok, mint amit eredetileg elgondoltam, ezért most én is nagyon sok esetben, ugye a festés menet közben gondolom végig, hogy mi lesz a következő lépés. És ha nem tetszik, az nem baj, fogom, letörlöm. Tehát le lehet. Alkoholos spray, először szépen át kell törölni így egy száraz kis ilyen papírkával. Hát most mondhatom, hogy Szilvia vagy Ceva, de én így WC-papírt szoktam használni, mert kicsi és kis helyen elfér a guliga, tehát meg negyed annyit használok belőle. Hát ezt láttátok már nálam a videókban szerintem. Tehát áttörlöm egy ilyen kis WC-papírlappal, utána lefújom ezt a részt az alkohollal, a rubinggal, és akkor utána szépen megint áttörlöm. Na most, ide. Na most itt ugye ez a szín, ez egyáltalán nem olyan sötét. Tehát ide most nem fog színtelent alkalmazni. Ez is ugye már a tapasztalat. Tehát amikor többször dolgoztok egy színnel, akkor látjátok, hogy viselkedik a szín. Tehát itt most a saját, illetve hát ha utána kell színtelen, akkor fogom, és akkor itt utána beleteszem. Jó? Tehát ez is tényleg nagyon sok esetben számít az, hogy milyen tapasztalat van már mögöttetek. Illetve ha valakinek még nincs olyan, nem meri ezt rögtön először megpróbálni, akkor próbálja ki egy üveglapon. Tehát fesse fel egymás mellé így a csíkokat. Van fönt a YouTube-on egy ilyen narancssárga színkeveréses videó, amit felvettem, hogy a narancssárga és színei. Ugyanazt más színekkel is érdemes megcsinálni. Jó? És akkor az ad egy kis biztonságérzetet, eleve, meg hát tapasztalatot, nagyon sok tapasztalatot. És mondom, tehát abszolút nem kötelező követni azokat, amiket én mondok. Próbáljátok ki, és akkor meglátjátok, hogy ebből melyik az, ami a ti stílusotokba beleillik. Tényleg én most így nagyon sok olyan üvegfestőtől, akiről tudom azt, hogy nem olyan rég fest, tehát egy pár hónapja kezdett, olyan csodákat láttam, hogy így úristen. Tehát még néha én is elgondolkozom azon, hogy fogok én így festeni, mint ő. De tényleg. Tehát bármennyire is nem hiszitek, azért van ilyen érzésem nekem is, hogy így Jézusom, hát ez gyönyörű. Na. És hát próbálni. Na, itt nem stimmel, mert itt így egy kicsit, mintha túl elvágó lenne. Na, most belemászom az ujjammal, ne haragudjatok érte. Egy kicsit gyorsabban fogok haladni, meg jobban keveredik. De azért ezt a 18 percet, ezt rá fogjuk szánni per macska történetre. De ezért szeretem nagyon az üvegfestéket. Mert igazából addig masszírozom, amíg szeretném. Én nekem ide még szükségem van sötétre. Valahogy nekem ez itt hiányzott. Érdemes lefényképezni. Teljesen másképp fog kinézni a fényképen. Én ha fölnézek a kamerára, ugye akkor én kívülről látom azt, amit csinálok. De érdemes lefotózni, hogyha valaki ugye így nem látja, mert teljesen mást látsz egy fényképen. De tényleg. Szerintem ezt is elmondtam már, hogy a színészek szokták úgy csinálni, hogy a ruhát, amit felvesznek egy-egy gálára, azt fényképen nézik vissza. Mert úgy fog kinézni ő a fényképen, ami készül róla. Tehát ti is nézzétek vissza, teljesen más az embernek a belső látása, olyan, mint a hang. Tehát a hangunk is. Hát én amikor így visszahallgattam az első videóimat, én megijedtem, hogy ez kiadta ki ezt a hangot magából. Aztán kiderült, hogy ez tök normál, mert én vagyok.
Na, hogy né? Pamparam. Cicus. Drága cicus. Ezt a cicát át lehetem festeni lámpára is. És nagyon jól fog kinézni. Nekem a barna kép az megvan lámpán, és majd a legvégén megmutatom, ha így végeztünk ezzel a sok cicussal. De szerintem láttátok, mert fönn volt az oldalom. Na. Jó. Cicus megvan. És ide ugye folytatom a kis kékemmel. Na és ugye most jön az elgondolkozás, hogy most vajon csináljam-e úgy, hogy beleteszek zöldet, vagy hagyjam meg erre. De hát figyeljetek, meghagyom arra. Tehát most így a maradékomat ide beöntöttem. Ne féljetek a festéktől, nem lehet elrontani. Nem lehet, tényleg. És őt is ide beöntöm. Tehát most mi történik? Fogjuk és kitöröljük. Tehát ennyi. Nem szabad tőle félni, jó? És itt felgyorsítottam a folyamatokat. Ugye itt azért eléggé halvány, eléggé lökött színe van ennek a történetnek. Tehát mutatok egy olyat, hogyha ilyen előfordul, kétszer nem tudjuk kikeverni ugyanazt a színt, tehát tényleg nem. Tehát keverjünk egy kicsivel sötétebbet, próbáljunk neki keverni, jó? Hát ami annyit jelent, hogy így inkább két adagnyi festéket teszek bele. Jól összekeverem. És ezt ide fogom betenni az aljára. Tehát ez ugye most jóval sötétebb lett. Ide fogom betenni az aljára. Mert az aljáról ugye mindig húzhatom még fölfele. És azzal ugye el fog világosodni, hiszen itt azért eléggé világos, és ahogy keveredik, ugye veszíteni fog a színéből. És hát még mindig van egy színtelenünk, ami a segítségünkre tud sietni. Látjátok, hogy mennyire meg tudom gondolni magam én is egy másodperc alatt, hogy akkor még se rakok ide bele sárgát. Mert így ez olyan jól néz ki. Most így együtt. Hát, bocsánat, nem szórakozom. Inkább ezt én így beleöntöm. Nem félünk, jó? Tényleg, ez a legfontosabb. Ha keverni szeretnétek a színt, abban nem kell félni. Nem lehet elrontani. Főleg egy olyan képet nem lehet elrontani, ami a fantázia alapján készül. Tehát ahol azért nincsenek ilyen meghatározott, fix dolgok, hogy most kötelező betartani a levélnek, a papagájnak, az arcnak a színét. Jó? Ennél ne. Ne, nyugodtan. Jobbról, balról, ide-oda, minél jobban keveredjen össze a festék. Ja, nincs jól összekeveredve a festék, akkor kicsapódnak egymásból a színek még az elején. Itt is most történt egy kicsi ilyen. Nem tudom, mennyire látszott, de olyan volt, mintha haja lett volna itt a cicának. Tehát ezt ilyenkor még visszanyúlunk, megszüntetjük.
Hogyné? Én most itt nagyon szeretném összekeverni, és hát én is az a nagyon türelmes típus vagyok. Ezt ugye páramát tapasztaltátok szerintem, ez az agyuram Isten, de rögtön, tehát elővettem a kontúrt, előkészítettem az üveglapot, és már miért nincs kész a kép. Tehát ezt én is szoktam érezni. Még az utolsó kis hajnalkákat ide belecsöpizem, amennyire tudom. Tehát én is az a türelmes típus vagyok, igen. Hogy keveredj már, keveredj már! Na, már miért nem vagy kész? Legyél már összekeveredve úgy, ahogy én szeretném. Na hát ez azért így néha nehéz. De nem baj, a végeredmény ez tuti lesz. Itt láttok ti is egy ilyen nem keveredést, ugye? Nem várok választ, de gondolom magatokban úgy is megválaszoljátok, mert ha másoknak az anyagait nézem, akkor én is meg szoktam válaszolni magamból ezeket a kérdéseket. De ez így jó. Viszont ha van kedvetek, akkor írjátok már meg, légy szíves, hogy mit szeretnétek, mit fessünk. Majd most. Mi van most szeptember? Tényleg mindjárt itt a karácsony. Hát most majd jönnek a karácsonyi cuccok. Hát én még itt kis picike, még az utolsó cseppeket innen kiszedem. Teljesen máshogy néz ki itt, mint ott fent a kamerába. De tényleg. Tehát most már hiába masszírozom jobban. Nem lesz tőle jobb. Na azért csak lett benne kék, ugye? Tehát azért csak úgy belecsöppent a kék. Na, és akkor most nagyon bátran jöjjön ide egy sárga, mit szóltok hozzá? Vagy zöld, vagy sárga, vagy zöld. Na jó, zöld. Szegény sárgát, ezt most így visszaöntöttem a kupakból, és kidobom. Amik így ilyen kis szemétkék, amik már elhasználódtak az asztalon, ezeket mindig dobáljátok ki, mert nagyon primán bele lehet nyúlni. Elég sötét az alja. Tehát én itt már nem teszek bele megint viharkéket. Tehát elég sötét az alja, ezért nem nagyon nyúlnék bele. Itt van benne valami szösz. Azt kiszedem. Úgyné, a kupakokat tegyük rá a kékekre. És akkor nézzük a zöldet. Na most az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon ritkán használom a zöld zöldet. Most előveszem, de egyáltalán nem biztos, hogy használni fogom. Tehát ugyanígy előveszem a kupakokat. És mutatok egy másik keverési történetet, ami azért nagyon fontos, mert az olivának a színskálája az gyakorlatilag majd, hogy nem láthatatlan. Hát ez így néz ki. Tehát még a sárgánál azért van valami élénkség, az olivát, hogyha aminek ez az alapszíne, itt az oliva alapszíne. Hogyha én ezt elkezdem színtelennel, illetve előbb a színtelent használom, és utána teszem be az olivát, akkor gyakorlatilag nulla színt fogok kapni. Tehát most megfordítom ezt a történetet. Tehát azt fogom csinálni, hogy először az olivából fogok a kupakba önteni, és erre fogom a színtelent rátenni. Mert ez megfelelően ki fogja világosítani az olivát, viszont fordítva nem működne, illetve ehhez a képhez nem működik fordítva. A rezedánál lehet, de az olivánál nem. Jó? Tehát most akkor a rezedánál színtelen. Lehet látni, hogy itt kupakolok?
Kupakolok. Oké. Úgy. Jó. És akkor így fogom csinálni, hogy az olivánál így bele fogom így csöpögtetni most a színtelent. Lehet, hogy ebből ki kell majd kevernem két kupaknyit, de ezt mindjárt lecsekkoljuk, jó? Tehát itt így megnézzük. Hogyha ilyen van, akkor az egyik kupakból öntök át a másikba. Ezért jó, hogyha itt van mellettünk ez a kis üveglap, mert erre lehet dolgozni. Kezd káosz lenni, ugye? És akkor most erre teszek még rá színtelent. Nem működik fordítva. Próbáljátok ki nyugodtan. Tehát tényleg ne higgyétek el, amit mondok, csak próba után. Itt az a fontos, hogy most meg tudjátok majd különböztetni, hogy melyikben mi van. Én erre azt technikát szoktam alkalmazni, hogy a legvilágosabb, ide bejön mindjárt a rezeda, és akkor ilyen szín sötétség szerint, tehát minél sötétebb, ugye, hát úgy rakom össze a szint, hogy a színskála alapján igazából. És ebbe jön most a rezeda. Úgy, né. Ő sem lesz túl sötét. Ja, lehet látni, amit itt kutyolgatok. Itt éppen a rezedát kutyolgatom. Jó, és akkor a rezedát ide betettem. Jó. Tehát van még egy zöld-zöldünk. Mutatom, hogy hogy néznek ki a színek. Tehát ez a rezeda, ez az oliva, ez a zöld. Nem tudom, hogy fogom-e használni. Ez majd mindjárt a festésnél fog kiderülni. Tehát ami most az alap, hogy én szeretnék elindulni egy olivából. Gyönyörű, imádom. Azért ez elég meredek, nem? Ez a színkavalkád. De jó lesz a vége. Higgyetek el. De azért ez most így egy kicsit meredek, tudom. De ez gyakorlatilag az összes szint, ami nem illik össze, azt egymás mellé raktam. Lehet ebből is jókat kihozni. Oké. És most jön az első kevertem. Jó? Na. Most azért így raktam, mert az alja ragad. Ez elég sötét. Itt a második oliva kevertem. Na, itt már azért kicsivel világosabb a történet. Nem tudom, hogy ez mennyire látszik a kamerán. Itt nagyon. Tehát főleg így most már. És most belenyúlok egy kicsit a színtelembe, és ide teszek egy kis színtelent. Mégpedig azért, mert ide én nagyon betenném a kis neon rezedámat. A kis neonkámat. Jaj, de gyönyörű. Most nem csináltam ilyen fázisképeket, de azt jó ötletnek tartom, hogy amikor festetek, akkor így, akkor csináljatok fázisképeket. Tehát az olyan jó pofa. Most én itt éppen ezt bűvölködöm. Tehát, hogy így fotózgassátok le, amit festetek. Nektek is megvan. Szerintem az egy jó pofa dolog, hogy készült. Én így szeretem. Na. Egy kicsit a kezemmel belepamacsolok. Jó lesz ez. Ez teljesen jó lesz.
És hozzáteszem, csillámosat még nem is tettünk. Na, itt most elkövettem egy bakit, látjátok? Megint sokat jár a szám. Nem arra figyelek, amit csinálok. Na, megpróbálok itt egy kis rendet csinálni a káoszba. A hungarocerrel ugyanúgy le tudjátok törölni egyébként a felesleges festéket. Na, ide teszem, jó, a kis zöldemet, kis rezedelmot. Hát, ha akkor nem csöpögtetem össze a félvilágot. Úgyne. Na, és akkor most megpróbálok egy szép színt így, szép színárnyalatot így összekeverni, mert ez most nagyon káoszosan néz ki. Semmi más nem kell csinálni, csak keverni. Nézzetek ide egy pillanatra. Itt történt egy pici átfolyás. Ha átfolyik a festék, akkor mind a két oldalról törölni kell. Jó? Tehát nem csak az egyikről. Mind a két oldalról. Ő itt vissza fog mászni a kontúrhoz, azzal nem lesz probléma. Itt viszont érdemes figyelni. Van olyan, amikor nem azért folyik át a festék, mert te most olyan marha sok festéket használtál, illetve nem azért, mert rossz a kontúrod. Van olyan, amikor ferd az asztal. És ezt érdemes megnézni egy vízmértékkel. Onnan fogod látni, hogy mindig csak egyfele fog átfolyni a kontúrod. Vagy jobbra, vagy balra, lefele, fölfele. Tehát ezt olyankor érdemes megnézni, jó? Mert itt lehet, hogy semmi más hiba nincsen, tehát nem a kontúrozással van a probléma, hanem ugye, hogy arra fele elfolyik a festék, és ott egy kicsit fölhalmozódik. Jó? Hát ilyenre is van példa. Egy kicsit lejjebb húzom ezeket a sötét részeket. Ott nagyon világos. Sok a világos, kevés a sötét. Na, most már így azért alakul. A cicus. Zöld cicus. Fú, ennek a rezedelnek ennek igazán élénk színe van. Hát nem tudom, én imádom. De mindegyik szint. Jó, a kedvenc a viharkék. De azért az összes többi se kutya. Egyszerűen majd csinálok csak a viharkékkel egy képet. Ez de jó ötlet. De jó, látjátok, hogy tudtok inspirálni? Egy videón keresztül. Az milyen jó lehet csak a viharkékkel csinálni egy képet. Fú, az izgi feladat. Megmutatni, hogy mi minden rejlik abba a kékbe. Én lehet itt a pofiának is ilyen árnyékot csinálni. Ha bár a pofiának csinálunk árnyékot, akkor inkább erre az oldalra, mert ugye az előző macska, tehát a kék macska takarja a hátsó macskát, tehát akkor elvileg az árnyéknak itt kell lennie. A takarásból adódóan. Na most már megint sikerült jól összekennem mindent. Szóval ez egy jó játék. Itt egy kicsit visszatolom.
Egyébként a színek önmagukban is dolgoznak. Tehát amikor megfestettük, azért ők még itt így jönnek, mennek és csinálják a dolgukat. Tehát azért a lilába most már nem nagyon nyúlnék bele, de a kékbe még, ha valaki szeretne, abba bele lehet. Már hogyha tartjuk ezt a 18 perc per macska átlagunkat. Na. Mert pedig szerintem ez egy tartható átlag. Na! Hihi! Jön a teste a cicusnak. Színes cicákok. De jó lett, hogy végül is nem egy színnel csinálgattam. Van egy komplett színes cicánk. Cicakép. Na, és most jön a kis kevert oliva. Na most ide viszont hiányzik nekem a színtelen, tehát ide be fogom tenni a keveréshez. Ide kelleni fog. Pamacsolás. És ide végig lehúzom, de itt belehúzok már innen alulról egy kis sötétet, jó? Tehát itt már sötétítem. Főleg azért, hogy ugye itt az alsó részénél is legyen meg a sötét. Lehet látni az üvegen, hogyha kevés a festék. Mert ott ugye sokkal világosabb lesz a szín, és oda akkor még rakjatok. Jó? De kíváncsi vagyok, hogy hányféle macsek fog születni. Ide föl megint ez a hajszálazódás, ami a kéknél volt. Hát ide most fölnyúltam egy kicsit, és a hajszálakat így egy kicsit rendeztem. Cicónál. Úgy né. Kövelj rá nyugodtan, teljesen nyugodtan. Ide föl még jön egy kicsi a rezedából. Én ide betolok egy pici színtelent, csak hogy segítse a keverést. Hello, cicó! És ide viszont jön a sötét. Úgy.
Hát itt most az összes maradékot kénytelen leszek kiszedni. Nem olyan nagy ám ez a kupak mennyiség. Tehát lehet ilyen nagyobb kupakokba is dolgozni. Színtelent vettem fel a keveréshez. Még mondjuk a rezedából abból van. Na, belepemecselek, jó? Gondoltatok volna, hogy majdnem 1 órája festem a cicákat? Szóval ez nem egy pici kép. Na most itt azt látom, hogy ugye itt van egy világosabb rész, mert itt ugye följebb került. Na most, mivel nincs már festékem, ezért ezt a részt fogom itt világosítani, és nem ezt sötétíteni. Jó? Tehát, hogy ugye ez a színárnyalat azért valamennyire megmaradjon. Jó, tehát ezt a részt világosítom itt egy kicsit ki. Ilyenkor akár fülpucolóval is ki lehet belőle venni egy részt, de amikor még így nagyon úgy vagyunk a színnel, hogy ugye nem száradt meg, akkor csak egyszerűen eltoljuk. Csak utána ismét jól keverjük össze. Na. Úgyni. Hello, cicó, zöld cicó. Na, akkor most, hogy készen vagyunk a zöld cicával, mondjuk én még ide teszek egy kis sötétet, wow. Ez így jobb, nem? És akkor ez majd ide szépen belekeveredik. Majd egy picit összeérik. Na most, hogy akkor készen vagyunk így a zöld cicóval, akkor én ezt most hagyom egy picit száradni, és akkor utána fogok neki esni a következő videóban, még a maradék 1 és 2 fél cicusunknak. Jó? Gondoljátok végig, hogy milyen színűre szeretnétek festeni. Jó? Ilyenkor, amikor ez a tervezési folyamat van, egyébként érdemes azt is végig gondolni, hogy milyen lesz a háttér. Jó? Ide beteszek egy kicsit, mert itt láttam egy lukat. Tehát, hogy ugye a festék így egy kicsit széttolta. Jó, tehát érdemes kitalálni a háttérnek is a színét, mert ugye az sem mindegy. Tehát amin a legjobban látszanak a színek, az a szürke. Tehát az az eredeti szín a szürke háttérnél. Ami a legjobban kidobja a színeket, hát ez a fekete, illetve a fehér. Tehát a fehértől azért egy kicsit lágyabbak lesznek, mint viszont a feketétől ilyen halálosan vagányak. Tehát ezt érdemes végig gondolni, hogy mivel szeretnénk dolgozni. Jó? Na, egyelőre itt tartunk akkor a színkeverésnél. Kellemes gondolkodást, és esetleg, hogyha tényleg valaki már így, aki még nem festette meg, elkezdi, akkor neki meg kellemes alkotást kívánok. Én még itt masszírozom így egy nagyon picit, mert itt még olyan volt, hogy így úgy éreztem, hogy kell. Jó? Na, jóval leteszem az ecsetet, tényleg abba hagyom. Jó?
akkor kellemes alkotást kívánok, és akkor egy 2-3 nap múlva, 2 nap múlva rakom fel a következő videót, és akkor, hát hogyha addig, akkor esetleg aki meg szerette volna festeni a képet, az így eljut így legalább idáig, jó? Sziasztok!